Idén is meghirdeti a rendkívüli zöld hulladék elszállítási napokat a szexárdi önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató által rendszeresen végzett begyűjtésen kívül további 8 alkalommal lesz lehetősége a város lakóinak arra, hogy elvitessék a portájukon felgyülemlett zöld hulladékot. Az önkormányzat biztosítta a zöld hulladék elszállításához zsákokat, ilyen biológiai, biológiai lebomló zsákokat, a havonta háztartásonként 5 darabot lehet igényelni, és ezeket az Epereskert utcában az Zajszka Terra kft a telephelyén lehet átvenni. A szolgáltató ezeken kívül további 8 zsákot biztosít a lakosoknak annak érdekében, hogy megfelelő módon tudják kihelyezni az ölt hulladékot. Az Aliszka Terra Kft. eredetileg évente 10 alkalommal végez ilyen szállítást. Ezt egészítette ki a megyei jogú város önkormányzata még 8 alkalommal. Az elszállítási napokat egy hamarosan elkészülő naptárban jelenítik majd meg. A fontos, hogy a hulladék kihelyezése a naptárban meghatározott időpontokat megelőző napokban történje, tehát ne egy-két héttel azt megelőzően, hanem közvetlenül a szállítás napját megelőzően. Ez a köztéletnek a rendjének a biztosítása érdekében szükséges, és a, és a hulladékot a, ezekben a, a, az általunk biztosított lebomló zsákokban lehet kihelyezni, vagy kötegelve. Ez azért fontos, mert a zöld hulladékot bedarálják, majd komposztálják, de a feldolgozó rendszer csak ezeket a tárolókat tudja kezelni. Majd az elkészült zöld trágyát a város területén is hasznosítják. Az első soron kívüli elszállítás március 12-én lesz a Tolnai megye így már március 11-én pénteken érdemes kihelyezni az elszállítandó zöld hulladékot.